Mindenkit szeretettel üdvözlök, hölgyeim és uraim, tisztelt jelenlevők! Azt hiszem, minél több csendet épít fel maga körül egy mű, annál inkább számíthatunk rá, mondja a regény végén 51 éves elbeszélő. Mintegy 10 évének tapasztalatáról ad számot, de oly módon, hogy saját életének korábbi eseményeire, tehát a 10 évnél korábbiakra, sőt, olyan történésekre is kitekint, amelyek messze túlmutatnak személyes élményeinek körén. A másik halál önéletrajzi regény, abban az értelemben, ahogyan az iskola határon és a Buda is annak tekinthető, vagy annak is tekinthető. A szereplők egy részét akár ismertnek, azonosíthatónak is vélheti némely olvasó. Nem lehet tudni, pontosabban nincs értelme fürkészni, mennyi a kitalált és a ténylegesen létezett. Az összefüggés a 100 éve született író műveivel nem csak abban rejlik, hogy Cipiről többször is szó esik Barnás Ferenc könyvében, hiszen az egyik szereplő idős grófnő, aki az 1990-ben elhunyt író gondviselője, támasza volt a halál előtti időszakban, tehát a felesége halála utáni időszakban. Szerkezeti rokonságra is lehet gondolni. A másik halál történetmondója is úgy idézi föl saját múltját, hogy mellőzi a vonalszerű előrehaladást. Életének régebbi és újabb fordulatait, az évekkel korábban és később történteket az időrend kiiktatásával egymás szomszédságában szerepelteti. És közben minduntalan hangsúlyozza emlékezetének hiányosságait. De az is lehet, hogy nem így volt, hogy másként volt, jelenti ki egy eseménysor elmondása után. Eközben önmaga azonosságát is kétségbe vonja, kijelentvén. Olykor az az érzésem, mintha nem is én mondanám, hanem a másik. Valaki más vagyok, mint aminek tartom és gondolom magam. Ottlik példájának ösztönzése mindazonáltal nem felettetheti, hogy a másik halál kifejezetten eredeti alkotás. A korábbi szerző rövid mondataitól merőben különbözik Barnás Ferenc szerkesztésmódja, a másik halál egyes szám első szemében beszélő főhőse saját szavával villanásokban gondolkodik. Fejezetek helyett rövidebb, hosszabb bekezdésekre tagolódik a szöveg, a mondatok között pedig olyan is előfordul, amely egy lapnál is lényegesen hosszabb. A nevezetlen történetmondó saját lelki összeomlását beszéli el. Oktatói állását egy pincérként dolgozó német barátjának tanácsára adja föl. Michael Landenberg biztatja, szentelje idejét az írásnak, majd ő támogatja anyagilag. Az elbeszélő nem csak foglalkozását, de pénzkereséssel is járó muzsikusi tevékenységét is abba hagyja. Elkészül Átiratok című regényével, ám nem sokkal ezután egy ismeretlen fölhívja Németországból, s közli, hogy az álmatlanságtól szenvedő Mihály öngyilkos lett. Mi okozza az elbeszélő főszereplő lelki összeomlását? A regény lényegéhez tartozik, hogy a kérdésre nincs egyértelmű válasz. Lehet, egy genfi tartózkodás alatt történt vele valami, de ennek miben léte homályban marad. A Bajorországban élt barát halála is hozzájárulhatott idegeinek összeroppanásához, de más tényezők is szóba jöhetnek. A másik halál sokat bíz az olvasójára. A történetmondó olyan terézvárosi bérházban lakik, amelyben korábban zsidó családok éltek. Erről Scheibernél tudósítja a főszereplőt, az egyetlen, aki túlélte a lakók közül a zsidóüldözést. A tőle hallottak és a grófnő 1945-ben átért tapasztalatai, amikor egymás hegyén hátán voltak a hullák, ahogyan a regényben olvasható, megerősítést kapnak, amidőn a főhős egy vágóhídon dolgozva próbál pénzt keresni,
és látja az állatok halálfélelmes tekintetét. A Boszniában lemészároltak fényképét, amelyen megcsonkított civilek feküdtek kiterítve, sem tudja feledni. Élsz, aztán nem leszel, mint ahogy soha nem is voltál, vonja le a következtetést. Majd így fogalmaz. A saját halálod is tőled függetlenül készülődik, állandóan és folyamatosan készül. Alig ha nem, ezek a regény legsúlyosabb szavai. A másik halál nem csak egy lelki összeomlás, de a legújabb kori történelem regénye is. Az emberi kegyetlenség sora végtelennek látszik. A főhős még mindig hallja az 1944-ben elhurcoltak hangját, az Andrássy út 60, ugye nem nagyon messze van innen, pincéje, pedig két rendszer áldozataira emlékezteti. Személyes élményei is tanúsítják, hogy, idézem a regényt, egy földön fekvő emberbe egyesek mindig is szeretnek belerúgni, ez mindig így lesz, ez sohasem fog megváltozni. Az elbeszélő Nietzsche-t olvassa, megkísérti az örök visszatérés gondolata. A nem is olyan rég múlt nyomasztó komorságát a jelen szomorúan gúnyos minősítése egészíti ki. A grófnő, aki mindent elveszített, és 10 évesként tapasztalta, miként gyalázták meg anyját a szovjet katonák, később bádogosként, majd takarítónőként dolgozott, egy ízben azt mondja. Lett volna esélyünk, helyette csoresz meg vakesz. Nincs ezekkel nagyobb baj, csak hát tudod, a gerincük. Egy másik szereplő pedig így vélekedik. Ez nyilas volt, aztán kommunista, utána lett belőle keresztény, vagy demokrata, vagy fideszes, vagy szabaddemokrata. A leépülés után a főszereplő nagy erőfeszítést tesz, hogy kigyógyuljon a bajából. Egyik rosszul léte alkalmával egy padon fekszik, az eget nézi, s kizárólag egy valamivel van elfoglalva, idézem, egyben maradni, egynek lenni, annak lenni, aki vagyok. Mihály halála után reménytelen álláskeresésbe fog, még végül egy olyan képtárban lesz teremőr, amely történetesen szintén a Terézvárosban található. Itt azután arra összpontosítja a figyelmét, idézem, hogy senki ne tudhassa meg, mi jár a fejében. A regény második felében a megtalált legjobb munkahelyen folytatott küzdelmes töprengések váltakoznak a múlt emlékeivel. 50 éves korában a férfi így összegzi saját sorsát. Állandóan kezdődik az életem, nálam nincs folytatása semminek. Képviselő választásokat, idézem, az egymással nem beszélők harcaként él meg. Nevetségesnek látja, ahogyan a kormányváltás a képtár sorsát is megszabja. A grófnő nyugdíjba megy, egyre többet iszik, és mindig gyakrabban esik el a fürdőszobájában. A főhős rendszeresen látogatja, és átérzi a halálfélelmét. Elszáll a lélek, jegyzi meg, amikor egy másik ismerőse haldoklik. Barnás Ferenc 3 korábbi regénye nem volt éppen vidám olvasmány. Ez a műve sem az. Noha akadnak benne humorosnak is nevezhető részletek. A megelőző kötetekhez képest itt hangsúlyosabb a kibontakozás. A 10 éven át 340 négyzetméteren faltól falig lépkedő teremőr töprengései végül is személyiségének fölépüléséhez vezetnek. A műalkotások közötti tartózkodás, a regény szavaival, a szellemivel való foglalkozás intenzív érzékelése és észlelése végül is új mű létrehozására teszi képessé az elbeszélőt. Szándékát így körvonalazza. Nem akartam egy mondatról mondatra építkező logikába belemenni. Egy térben lélegző gondolkodást akartam létrehozni. A regény 2 rövid bekezdéssel ér véget. Arról tudósítanak, hogy a hős elrepül Amerikába,
ahol ösztöndíjjal egy művésztelepen fog némi időt tölteni. A másik halál szépen megírt, saját világot teremtő alkotás. Tanúsítja, hogy a semmivel szembenézés gyötrelmét csakis az érdekcsoportokra fittyet hányó, hozzájuk nem alkalmazkodó képzelet ellensúlyozhatja, amely függetlensége révén képes jelentős szellemi teljesítményre. Barnás Ferenc öntörvényű alkotó. Ahogy egy művész írta egykor egy pályatársáról, költő a maga világában, és ennél több senki sem lehet. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen Szegedi Maszáknak a bevezető gondolatait, és némileg az utolsó mondataihoz kapcsolódnék, hiszen Barnás Ferenc a negyedik könyve viszont nagyon ritkán szólal meg, szinte alig lehet. Mindig a könyveid vannak. Ez tudatos, ez a kívülállás vagy távolmaradásod az irodalmi szénától, vagy egy olyan döntés, ami az íróiságodat érinti, hogy a könyvekben létezel? Valahogy az életem alakul úgy, hogy szóval nem igazán. Például a munkabeosztásom az olyan, hogy mikor mehetnék helyekre, akkor már elég fáradt vagyok, meg valahogy úgy nem is. Szóval a polgári munka után dolgozni kell, és de én azt hiszem, hogy álságos lenne a válaszodat ennyivel hagyni. A feladat az lenne, hogy a munkák azok valahogy új létrejöjjenek. Tehát ennyit erről. Valamit a munkamódszerről elárulná. Nyilván utalt a Szegedi Maszák erre, hogy önéletrajzi könyv, ugyanakkor a kitaláció és a ténynek a kifürkészése fölösleges ebben. Nyilván nagyon erőteljesen mindegyik könyvedben az én megenk én problémaként, ugyanakkor ezek nem önéletrajzi könyvek a szószoros értelemben. Hát semmiképpen sem. Én valahogy mondjuk eltöltök egy ilyen könyvnek az elkészítésével 5-6 évet, és óhatatlanul foglalkoztatnak azok a kérdések, amelyek az én személyes kérdéseim. De azért a komponálás során igyekszem magam tartani ahhoz az elképzelésemhez, hogy ez ne csak rólam szóljon, hanem az úgynevezett, nem tudom, kondíció humánáról. Tehát lehet, hogy egyes szám első szemében beszél a narrátorom, de a szerző, a narrátor, a főhős, akár egy ilyen 310 oldalban is külön választhatók egymástól. De hát persze, hogy az a négy könyv, amit eddig megcsináltam, az sok szempontból rokonítható egymással, saját ügyeimnek a körüljárásával, ugyanúgy, mint az a törekvés, hogy lehetőleg másképpen szólaljak meg, és lehetőleg próbáljam eltávolítani magamtól az anyagot, tehát az én saját személyes dolgomtól eltávolítani, és minél inkább szóljon ez a terézvárosi polgárokról, vagy a honfitársaimról, akik 44-ben haltak meg, vagy éppenséggel azokról a körülöttünk lélegző emberekről, akik gondolom nagyon sokan hasonló kérdésekkel vagy problémákkal küzdködnek, mint a hősöm. Talán ebben a könyvben tapasztalni fogják, hogy sokkal erőtésen figyel úgymond a világra, hiszen mondjuk a bagatellnek a világ, muzsikáló hős, az persze az életnek az esetlegességei figurák ugyanúgy megjelennek, de tulajdonképpen ott sokkal aleutórikusabb a szerkezet, mint, és jobban az énre összpontosul a figyelem, mint itt inkább az énre és a világra egyszerre. Hát ugye, akik még nem olvasták a regényt, ugye azok kedvéért mondom, ugye, hogy itt a főhős ugye elég sokat járkál ebben a városban, és elég sok mellékszereplő van, elég sok sorssal találkozik, úgyhogy a következtetéseit az nem a saját életéből vonja le, hanem sorsokból, többes számban. Mint ahogy a regénynek is, ez ahogy már a bevezetőben szó volt erről, ez a rejtély, ez a krízis regényben az összeomlás mitől történik, a világtól vagy belőlem, ez az olvasók döntik el tulajdonképpen, hogy mit tartanak hangsúlyosan. Azt akarom kérdezni ennek kapcsán, hogy ugye óhatatlanul minden író
ismételné magát a könyveknél. Mikor kezdesz a regényt? Amikor, már úgy értem, új regényt írni, amikor érzékelsz, hogy nem folytatod mondjuk a 9-et, pedig annak kifejezetten sikere is volt, kritikai sikere is, akár nem túlzok, ugye, a nemzetközi sikere is volt, és a leginkább olvasó barát volt. És ezzel szemben most megint megkínzod az olvasó. Igen, hát professzor úrnak abból a szempontból igaza volt, hogy személy szerint úgy, amikor elkezdek dolgozni valamin, akkor ugye csak az érdekel, ami rajta vagyok. Úgy igazából véve akkor az olvasó nem foglalkoztat. A munka során aztán teljen el néhány év, akkor már persze, hogy fontos lesz az olvasó, mert olvasó nagyon fontos. Ugye itt például ebben a, ahogy el is hangzott, ebben a munkában nagyon sokat bízok az olvasóra. De nem azért, hogy használja a képzeletvilágát, hanem azért, mert ugye erről a irodalomtudomány elmélet ugye nagyon sokat írt, hogy mi együtt csináljuk a könyvet. És úgy gondolom, hogy nem csak egy-egy könyv kínozza meg az olvasót, hanem a mindenkori olvasót az élet is megkínozza, előbb-utóbb. És akkor meg miért ne találkozzon előbb olyan nyelvi vagy egyéb ügyekkel, amelyek úgymond kicsit trenírozzák erre. Ha jól emlékszem, de ugye javíts ki, két regényed megjelent angolul is, ugye, amelyek közül az egyik fordítása is, azt hiszem jó, ahogy belenéztem, és a másiknál nem a szerző, hanem a fordítóval lehetnek az embernek problémái. De hát itt, ahogyan én erre utaltam, de lehet, hogy ezt még jobban ki kellett, hogy egy bérház lakóiról is szó van, és valószínűleg nem vagyok eszményi olvasó, hogy bizonyos szereplők, tudok esetleg általam ismert emberalakot is társítani, de ez egy nagyon megcsinált mű. Én félve azt mondanám, hogy a négy közül ez a legjelentősebb. Tehát nagyon különbözik az előző regényektől. Hát jól esik, amit mondasz, mert végül is azon igyekszünk mi szerzők, hogy a munkáink lehetőleg jobbak legyenek az előzőeknél. De valóban, ugye én egyébként gondolkodtam is azon, hogy esetleg az elején, azt hiszem a Bagatel című munkámban ezt el is végeztem, hogy odaírtam, hogy le legyek védve, hogy az egész kitaláció. Hát bízom abban, hogy akik esetleg magukra ismernek, azok nem fognak, ugye nem tudom, az a ház például, ahol ez részben játszódik, ugye ők továbbra is ott vannak, ott élnek, hát nem tudom, hogy kihez fog eljutni a könyv. Alapvetően én azért nem félek, mert azért mégiscsak szeretettel vannak kimunkálva ezek az alakok, és hogyha néha-néha így van is egy-egy csípősebb dolog, az egyszerűen humor kérdése, és hogyha meg nincsen humor, azt meg lehet tanulni. Tehát azon meg Ezt hogy érted, hogy lehet tanulni a humort? Hát azonosulunk mondjuk egy-egy negatívabb képpel, úgymond magunkat látjuk. Akkor szerintem van olyan nézőpont, amiből tetszhet, csak fel kell nőni ez, vagy ki kell munkálni ezt a nézőpontot. Előttem szóval, ha mélyen egyetértek, tehát ugye ez egy abszolút, már úgy értem, szerkesztőként nem lehet mást mondani, minden szerző azt mondja az utolsó könyv. Egyébként tényleg ez a meggyőződésem is, de ezt így kell mondani, tehát ez a legjobb könyved. És akkor ez minden szerző így gondolja, mert különben nem befejezni az, hát ez az előző jobb volt, akkor már is gáz van. Nem, de várja, de te szerkeszteted a könyvet, tehát hogyha... Csak ezt mondom, hogy eleve hivatalban is egyetértek. Tehát mint ez egy műhelytitok. Másrészt valóban szerintem az írás módodban van a nagyon erős, sokszor a korábbiakban elvévő szenvedély, ez sokkal kiegyensúlyozottabb írás módot ad, és jó, erősebb feszültségek vannak. Miközben néha az ember tényleg beleőrül. Tehát az őrületnek, vagy az összeroppanásnak ezt a szakadéka felé vonzás, ez őrült szuggesztív, és néhány olvasott eltök kéz, hogy lecsapja. Ezt befejezem. Ez a kockázata benne van a könyv. Igen, csak ugye többek között te voltál az, aki segítettél nekem abban, hogy azért itt felépülés is van. Tehát kell letenni, mert én nem bíztatok senkit erre, csak... Én
én megvallom őszintén, ugye kétszer olvastam, nem igazán, már ugye időm nagyon rövid kell, tehát nem nagyon sok kortárs, pláne kortárs művet vagyok hajlandó kétszer elolvasni. Változott azért az első szöveghez képest valamennyire, azt hiszem. De kétségkívül nagyon megéri az újraolvasást. Tehát ez egy nem felületes könyv, ez egy ilyen nagyon igényes mű, amely az olvasóval szembe bizonyos követelményeket támaszt kétségkívül. Igazán nem bennék jó magát, ha most itt a közönség előtt dicsérnélek, tehát ezt ne annak vedd, amit most mondok, hogy mindig megvan annak a veszélye, hogy most akkor vállalod, nem vállalod, hát én szerencsés voltam, mert vállaltad, és annak meg tényleg örülök, hogy másodszor is el tudtad olvasni, mert azok az igazítások rajta azért nagyon fontosak, hiszen ott dől el a dolog, szóval ott változik meg, ahol nem csak a szenvedélyről van szó, nem csak a problémáról van szó, nem csak a zuhanásról van szó, nem csak arról, hogy van egy probléma, valakitől egyszer azt hallottam az első könyvemről, ami bizonyos tekintetben valóban nyelvileg néha szerencsétlen fordulatokkal él, hogy tudod, ez a könyv csak azért fontos, mert olyan az egésznek a világa meg. Na most ezt összekötöm egy olvasmány élményemmel. Nem olyan régen olvastam a kitűnő Times-nak az irodalmi mellékletében egy elemzést egy könyvről, ahol azzal kezdi, nagyon szigorú ez a bizonyos irodalmi melléklet, ez a Times Literary Supplement, és hogy a szerzők, mint hogyha nem vennének tudomást, nem akar tudomást arról venni, hogy eleve problémákat tesz oda a olvasó elé, és úgy tűnik, hogy az olvasók igenis előbb-utóbb hajlandók lesznek, most nem erről a könyvről beszélünk, hanem általában arról, hogy a nehezebb jellegű könyvekhez hogyan viszonyulunk. És én úgy gondolom, hogy ha a kiadó vállalja, itt most ugye tudjuk, hogy vállalta, és aztán meg, hogyha... Na itt most megállok, mert kicsit belezavarodtam, lehetne ezt tovább folytatni, csak nem akarom mutatni a közönséget azzal, hogy de úgy körülbelül tudjuk, hogy miről van szó. Konkrét, ezt nem értem, de mindegy, az de mert hogy mire utaltál, hogy mi az, amit nem akartam, de nem baj. Hát annyit nem akar, azt nem akartam elmondani, hogy valóban az, hogy nem csak az idő nem lineáris, tehát alineáris, hanem egyszerre van ilyen idegen szóval élve ilyen polinarrációs technika. Tehát egyszerre több elbeszélés zajlik egyidejűleg. Mi érdekes, hogy úgy látszik az elbeszélőnek a tapasztalata abban a képtárban, hogy látott képeket, az azért hathatott az elbeszélőre, mert én például a bérházat is látom, ami azért ritka dolog, hogy holott nincsenek részletes leírások, ennek ellenére nagyon erősen látható is ez a világ. Én pont arra akartam utalni, ami most már elhangzott, hogy bizonyos esetben persze egy könyvet mindig szoktak irodalmára különösen szeretni, hogy mennyire bonyolult, mit kell felfedezni, és ez teljesen rendjén is van. Viszont ez nagyon látható könyv, nagyon egyszerű is, és egy csomó dolgok evidens benne. Inkább a világának ez a nyomasztó, nagyon erős, belső világban járó, iszonyú depresszív szakaszok arra utaltam, hogy esetleg az olvasók leteszik. Hát ez olvasó függvény, nem, vagy nem olyan hangulatban vagyunk. Igen, de de van kibontakozás, és ez meggyőző. Igen, tehát teljesen meggyőző. Utalni, hogy van egy olyan ritmus, amit ő besakol. Egy folyamat, amely valahova elvisz, és nem szervetlen. Igen. Ez a zárlatnak ez a fölépülése, ez valóban az olvasó rakja össze, mert például ez a kép, mi által van a művészet, mire való, mert ugye ez az egész ugye a teremőrséghez kötődik, de állandóan a kiállítás és figurák sorsok, ez valamit arról is beszél, hogy miért írunk. És tulajdonképpen nem didaktikus. Amit az elején akartam utalni, tulajdonképpen az nem ennyire a személyes sorsot, hanem ez, hogy, és nem sem fogom megkérdezni, hogy olvasod-e kortárs irodalmat, mert udvarias válasz azt mondta, hogy igen. De igazából a kortárs magyar prózában jelentően kilóksz, nem csatlakozol azokhoz az írásmódokhoz, persze bizonyos dolgokhoz igen, mert magyarul van, tehát, de másrészt meg
előbb, értem, bizonyos előbbi hagyományokhoz, nem feltétlenül az ottlikhoz, hanem akár világegyetemi mintákhoz. Másrészt meg szándékosan például ezt a regiszterkeverő, nagyon bonyolult nyelviségű irodalmat, ami az elmúlt 25 évet meghatározta, ezt mint a kerülted volna kezdettől fogva. Igen, hát ugye ez nehéz. Ugye minden szerzőnek, gondolom én, hát az én eset, szóval én biztos, én a saját magamról tudok csak beszélni, ugye a sajátnak a megtalálása, ez a legnehezebb. Na most ez nem megy rögtön. Én ezzel a szakmával, én ugye, vagy ezzel a mesterséggel 20 éve, lehet, hogy 25 éve is van, bár csak 15 évvel ezelőtt jelent meg az első munkám, épp 15 évvel ezelőtt. Én nem tudom, szóval az ember sok mindent ösztönösen csinál, tehát tudatosan és ösztönösen, tehát eleve próbál, lehet, hogy ebben van egyfajta exhibicionizmus, vagy egyfajta kivagyiság, hogy na majd én megmutatom, hogy lehet másképpen is. Tehát nyilván, hogy van benne egyfajta ilyen, de alapvetően most miért csináljam azt, amit én lehet, hogy soha nem fogok tudni úgy csinálni, mint a kollégáim, de alapvetően meg a kérdésem számomra maga előtt az, és itt nem feltétlenül csak a kortárs irodalomról, kortárs magyar irodalomról van szó, mert egyáltalán a modern irodalomról, hogy ugye én valamikor irodalmat tanultam, meg tanítottam, és ezeket a kérdéseket tudtam, hogy tényleg hogy lehet autentikusan újat csinálni. Tehát az igazi kihívás az, hogy hogyan tudunk új irodalmat csinálni. Igen. Azt hiszem, félve mondom, szerencsére, noha sejthető a regényből, hogyha az ember figyelmesen olvassa, hogy itt egy meglehetősen olvasott szerzőről van szó, nincs teletűzdelve idézetekkel, nincsenek olyan részletek benne, amelyeket az ember rögtön ilyen vagy olyan műhöz tud kapcsolni, és én ezt csak is elismeréssel tudom kiemelni. Még egy konkrétat, mondjuk ez nem magyar példa lesz, ez a gondolat mondjuk konkrétan, vagy ez egy idézet lesz, ez a Virginia Woolf-tól, aki valahol írja, már nem tudom, hogy hol, hogy még mindig 19. századi módon írjuk a regényeinket, és közben pedig egészen másképpen élünk, és ez így, hogy élünk, és az, hogy milyen az életünk, annak mondjuk akár csak a zeneisége, tehát a ritmusa, a tempója, hogy ez mennyire engedi meg, hogy mondjuk hosszú körmondatokban egy dolgot kiemelve, arra összpontosítva, vagy pedig, hogy jöjjek az idézetekkel, vagy pedig, hogy jöjjek egy olyan szöveg... Azt hiszem, hogy alapvetően az életnek az én életem, a körülöttem lévő élet, mondhatnám úgy is egy kicsit ironikusan, hogy a nehéz életem, a körülöttem lévő életnek a nehézsége, vagy az engem körülvevő életnek a nehézsége, és az, hogy ebből hogy tudom, tehát azt valóban mondjuk igyekszem saját stílust, saját nyelvet, mondjuk a magyar nyelven belül is azt hiszük, hogy azért, mert magyarul írunk, ez valóban így van, hogy magyarul írok én is, de most ezen belül a magyar nyelven, hogy lehet akárcsak, most a zenéhez kell példaként, csak egy nagyon rövid példaként, az, hogy az a 4-5 hang hogy van leütve, összesen van, nagyon kevés hang van, és mégis sok tízezer, sok százezer zeneszerző, ezen belül persze csak nagyon kevés és szűk azoknak a rétege, akik azt a dolgot mindig egy picikét másképpen teszik oda azt a hangot, és ez lenne a feladat. Jó, akkor olvassál fel egyrészt. A könyvnek az elejéből fogok felolvasni. 4 napig le se mentem. Végig fenn voltam. Szereztem elég bort. Ilyenkor nem tudok arra gondolni, hogy ezt nem lenne szabad, hogy ezzel valamit tennem kellene. Elfelejtem azt is, amit máskor ilyen alkalmak közben vagy utána határoztam. Vagy nem felejtek el semmit, hanem egyszerre csak megállapítom, hogy megint ott tartok, abban vagyok, ami ellen mindig is védekeztem. Nem tudom, megfelelő szója a védekezés, habár ezért kezdtem el sok mindent. Ezért lett a körút, a gérobi, ezért a csarnok és a hosszú körök, ezért a West End és az aluljárók, a Sziget és a Moszkva, a Dunaszakasz, az állomások, a mindennapi hajósnádorvonal, meg annyi minden más. A sarki rablók nem. Ezekhez csak vásárolni megyek, vagy néha visszaváltani.
Itt találkoztam először a hajlongossal is, akiről ekkor még nem tudtam miféle, később jöttem rá, hogy csak fogásból csinálja. A pénztárnál álltam, ő kettővel mögöttem. Előre-hátra mozgatta a felső testét, közben tartotta a tenyerét és üvöltött. Éhes vagyok. Nem bírom az ilyen jeleneteket. Amint sorra kerültem, fizettem és kirohantam. Nem is mentem fel. A Breitner házban lakom, amely ma már nem Breitner ház, de erről majd később. Tőlünk jobbra a budapesti Talmud egylet zsinagógája a pesti jesivával, balra meg a sarki rablók, itt a tulaj egy ideje árulja a boltot. Még mindig legalább 8 alkalmazottat foglalkoztat 2 műszakban, mindenki döntse el maga, hogy ez milyen fajta pénzmozgatás. Évekkel ezelőtt jutottam hozzá a 4. emeleti szobakonyhához, a ház valamikori cserédlakásához, amelyről először az öregasszony beszélt. Nem az első alkalommal, mert akkor ez volt. A beköltözés körüli napokban rendezgetek a konyhában, aztán valaki egyszer csak ott áll az ajtóban, és jó napot kívánok, maga az új lakó? Nyugodtan hívja Eddi néninek. Ha jól emlékszem, néhány hónappal később mesélte, tulajdonképpen minden bevezető nélkül, hogy mi történt a bérleményemben valamikor. És tudjad meg, fiam, ez nem egy új bárcás volt, vagy egy olyanféle, hanem egy varrónő, egy tisztességes és becsületes varrónő. Mérget belém, ha mást mondok. Mindezt a második emeleti gangon adta elő, úgy tűnt, mintha a művésznő is kint lett volna az ajtó, kint állt volna az ajtóban. A csapzott férfi, aki kezdetben nem volt annyira elhanyagolt, más talált ki. Rendszeresen jött utánam, követett az Oktogonnál, az Operánál, a Nagymező sarkánál. A művésznőjék előtt többször hallgatóztam, hogy feljönne utánam, hogy feljöhetette utánam. Abban sem lehetek biztos, hogy nem maradt-e néha a beugrónál. Volt úgy, hogy beleszegett az arcomba, ahogy a múltkor is, nem mertem ütni, éppen csak egy önkéntelen mozdulatot tettem, amitől ideges lett. Ekkor felhúzta a vállát és sietésre kényszerített. Testünk közben szinte összeért. Nem tudtam eldönteni, mit fog tenni, ilyen helyzetben mire készülhet. Egy alkalommal szó szerint rám hajolt. Büzlött a szája, én meg a leghosszabb lakáskulcsot az ujjaim közé szorítottam, mindenre felkészülve, de végül nem kellett használnom. Vannak helyzetek, amikor könnyen elhisszük, hogy bizonyos eshetőségek még az elgondolás szintjén sem merülhetnek fel velünk kapcsolatosan. Velem így volt. Meghallgattam mindazt, amit az öregasszony lényegesnek gondolt a körülményekről, illetve magáról az esetről, amit egyébként ő is csak mások elbeszéléseiből ismert, mint ahogy a számomra később kiderült, miközben arra összpontosítottam, hogy ne lássam magam előtt a részleteket, amiket ilyenkor akaratom ellenére is látni szoktam. Aztán kicsit eltűnődtem, majd hagytam az egészet. Évekig eszembe sem jutott, mi történt ott, ahol élek, és valószínűleg teljesen kimegy az egész a fejemből, ha utolsó svájci utam alkalmával egyik napról a másikra nem kerülök olyan állapotba. Még ma sem tudom pontosan, mi történt, vagy egyáltalán történt-e valami, és ha igen, akkor azt mivel vagy hogyan magyarázzam. Az is lehet, hogy az elutazásom előtti történésekben kell keresnem az okot. Habár a későbbieket figyelembe véve, ezt a feltételezést talán mégiscsak el kell vetnem. Egy valami biztos. Az, hogy Mihályt még Vörzóából felhívtam, illetve, hogy hazaérkezésem után felszereltettem a rácsot. Bocsáss meg, vegyél egy lapot, mondja. Akár csak a másik, aki később került elő, és aki valami ultra vezetőnek adta ki magát. Ez fekete pulóverben, vörös sállal a nyakában állt hol a régi Göténél, hol meg a Lahán vagy a Moszkván, és árulta a legfrissebb eszméit. Egyik gőtés sem reagált az üvegarcú Szent Buzi, gyere ki, eltöröm a karodatra, pedig az alacsonyabb felszolgáló épp az asztalom közelébe tartózkodott. Később láttam ezt a sálas ultrát, maga készítette plakátokat ragaszgatni a város több pontján. Ilyen mentes parlamentet írta, olyan mentes Magyarországot fogalmazta, amolyan mentes nem tudom én mit követelte, és csak egyre fabrikálta a fekete-fehér A4-eseit, amelyekre néha képeket és rajzokat is felvitt. Aztán ragaszgatta ezeket, ahova tudta. Fákra, falakra, mi egymásra. Tudnom kellett volna, hogy nem maradhatok a lakásba, hiába szereztem be a szükséges mennyiségű bort, ami az én esetemben nem sok, ennyi időre legfeljebb 5-6 üveg, mert alkohol ennél a lefolyásunál éppen csak az elejére kell, az eleje körüli percekre vagy negyed-fél órákra, attól függően miként ér el az egész, miként és milyen ritmusban, mert sokszor leginkább a ritmusa számít, ha jól emlékszem, hisz ilyet csak utólag mondok vagy állíthatok, alatta vagy közvetlenül utána soha, elfelejtem mi volt, ami volt, ha egyáltalán volt, miközben a csoki, a paradicsomos tészta vagy a rántotta néha egyértelműbben és alapvetőbben befolyásolhat az egészben.
Innen most nem tudom megítélni, akárhogy igyekszem, nem tudom, de hát éppen az az egyik velejárója ennek, hogy nem tudod megítélni, képtelen vagy megmondani, miben vagy benne, az sem, hogyan vagy benne, ha egyáltalán benne vagy, mert néha az az érzésem, hogy mi alatt ez az egész kisajátít magának, mindez mégiscsak másút van, hozzám képest másút, holott engem érint, miközben az órákból délelőttök és délutánok lesznek, és továbbra sem jutsz előre, nem mintha itt lehetne tudni, mi az előre és mi a nem előre, ugyanaz jár a fejedben, mindig ugyanaz, és ha egy-egy pillanatra azt hinnéd, megszabadultál tőle, marad, benned marad, úgy válik a részeddé, ahogy sohasem akartad. Ha meggondolom, legalább 15 méter magasan van a szobám ablaka, amelyen ha kinézek, a hátsó udvarra látok. Sárgás szürke 6x8-as kockakő, közel 80 négyzetméteren, középen vasból készült vízlefolyóval. Egy görög férfira emlékszem. Nem. Bolgár volt, jobban mondva, bolgár származású, valami Vaszev vagy Vaszerev nevű. Feltűnően választékosan beszélt, és többször rákérdezett, tényleg be akarom-e rácsosztatni az ablakot. Ide nem mászik fel senki, uram, nekem elhiheti. Ellenőrizze csak onnan a szomszédból. Valamit hümmögtem, mire folytatta, hogy kérem, mégis mondja, ilyen magasságban miért? Mondja, miért? Nem válaszoltam. Kis idő elteltével aztán utoljára is megkérdezte, tényleg akarom-e, mire azt mondtam, igen, tényleg szeretném. Ekkor dolgozott. Egy ideig nem tudta, hogy férjen hozzá a keret mögötti falrészhez, a hozzáférés több, mint körülményes, mondta, és felém fordult. Ezeken a helyeken a hozzáférés szokott a leglehetetlenebb lenni, mondta. Végül mégis megtalálta a módját. Ekkor furt, extra tipliket gipszelt, kora este pedig 6 ponton csavarozta fel a rácsot. Amikor kifizettem, rám nézett, és ezt mondta. Olyan lesz itt, uram, mint egy kórházi szobában. A házban nem foglalkoztak a rácssal. Pontosabban mondva, egyedül a művésznő hozta szóba az egyik találkozásunkkor. Ezt mondta. Mondja, az ég tetejére minek kellett magának azt a borzalmat odarakatnia? Hát nem látja, hogy nálunk a veszélyzónában sincs-e? Nem emlékszem, mit válaszoltam, a többi lakó pedig nem hozta szóba a szintemet, ahol gyakorlatilag egyedül vagyok. A művésznő a fél emeleten lakik a férjével. A lakásuk mellett van egy beugró, ami, ha nincs telerakva a holmiukkal, akár rejtekhelynek is használható. Épp az öregasszony alatti lakás az övék, amiből ilyen-olyan okokból néha kölcsönösen probléma szokott adódni, hogy pontosan miért, nem tudom, az öregasszonyra nem hagyatkoznék. Ha valami kipattan, hol Heddi néni veri partvissal a fürdőszobában a követ, vagy valami mást, hol meg a művésznő üvöltözik fel a szellőzőn, hogy talogatjátok itt nekem ide-oda a picsátokat, hát mit képzeltek, ez itt a paradicsom? Van, amikor másképp intézik a nézetkülönbséget, amiből úgy szintén veszekedés lesz, de ilyenkor legalább jobban megválogatják a szavaikat. Köszönöm. Én is köszönöm az önök figyelmét és türelmét, a szerző dedikálja a könyvét, és beszélgessünk szűkebb körben. Köszönöm szépen.